A rozékorszak után egyre több borász kezd pezsgő vagy habzóbor készítésébe. Egyes adatok szerint a magyar fogyasztók körében is egyre népszerűbbek a buborékos italok. Cseri Barnabás, aki a Pannonhalmi borvidék egyik elismert borászának, Cseri Norbertnek fia, kísérleti pezsgőjével kápráztatta el a szakmát a Junibor közgyűlésén. Igazából ez a bor, ez nekem egy ilyen kísérletem volt a 19-es évjáratban. Én már játszottam ezzel a gondolattal, mert láttam másoknál, hogy készíteni pétnátot, és gondoltam, hogy nekem is meg kéne próbálni, de végül is nem volt rá semmilyen tapasztalatunk, nem volt túl nagy előkészület, én így kitaláltam, hogy a rajnai részlingünk olyan szépen alakul, hogy a rajnaiból csak megpróbálnám, ha már úgyis ennyire rajnai pártiak vagyunk, és így rávettem a párt, hogy akkor próbáljuk meg ezt a pétnát kategóriát. A pétnát egy francia kifejezés rövidítése, ami a természetes borok legelső buborékos változatát jelenti. A bort még azelőtt palackozzák, hogy az első erjedés teljesen végbe menne, így pedig a szőlőben természetes módon jelenlévő cukor alkohollá bomlásának melléktermékeként megjelenő széndioxid a palackban marad. Alapvetően a kupok az minden pezsgőnél lesz, tehát alapból ezt a kupot kapja meg a pezsgő, és ugye ez le van véve akkor a degorzsáráskor, és ugye akkor van rárakva rendesen a dugó, és arra akkor a kosár, meg minden záró, a kapszula még a végén ugye. Egy ilyen egyszerű kupakkal zárják le az italt, ami mellé nyitáskor érdemes két poharat rögtön oda készíteni, mondta a borász, nem csak a nagy nyomás miatt kihívás ilyet készíteni. Kihívás olyan szempontból, hogy nyilván jól sikerüljön, tehát hogy benne van a seprő, ez mindig egy nagy kihívás, hogy egy jó bort prezentáljunk, vagy egy jó pezsgőt prezentáljunk így tulajdonképpen. Viszont előnye is van a pezsgőhöz képest, sokkal egyszerűbb elkészíteni, mivel hogy nem kell degorzsálni, nem kell dugózni, tehát igazából nem kell beállítani a cukorfokot ennél, hanem ugye itt le van töltve erjedés közben a must, és akkor koronazára lezárjuk, és így kerül palacba, és így pihen, és azt bontjuk ki, és ezt kóstoljuk szüretlenül tulajdonképpen. Egymás mellett sorakoznak a cseri pincészet borai, legutóbb a járvány alatt nyilatkoztak az idei termésről. Most majdnem másfél hónappal azután kérdeztük Cseri Norbert fiát, mit vár a 2020-as esztendőtől. Alapvetően nagyon szépek a szőlőink, én azt mondom, hogy virágzáskor nem volt a legjobb idő sajnos, úgyhogy valamennyivel kevesebb lesz a termés, mint az eddigi években. A lisztharmat itt-ott kezd megélni, de nem számottevő, pedig azért nagyon sok esőt kapunk mostanában. A szőlő az hatalmas, tehát brutálisan nő, akkor a hajtásaink vannak, hogy hihetetlen. Úgyhogy nagyon szép az ültetvény, én azt mondom. Cseri Barnabás hozzátette, ő maga szeretne a jövőben kicsit komolyabban is foglalkozni a pezsgőkészítéssel, annál is inkább, mert szerinte divatba jön a habzóborok és pezsgők fogyasztása.